Sziasztok! A mai napra egy érdekes témát hoztam a számotokra, a megtartó férfiről fogok nektek beszélni. Amióta foglalkozom tudatos intimitással, szexualitással és párkapcsolatokkal, azóta elég sokszor belefutottam már ebbe a témába, vagy gondolatmenetbe, kifejezésbe, hogy megtartó férfi. Eleinte nem értettem, hogy mit jelent az egész, egy picit utána olvastam, egy kicsit gondolkodtam rajta, és azt gondolom, hogy már egészül összeállt a fejembe, hogy mégis mit jelentett az a fogalom, és pár mondatban beszélnék róla nektek. Ugye rögtön az elején felmerül az a kérdés, hogy mit tart meg a férfi? Hát igazából a válasz az, hogy megtartja a biztonságot, a stabilitást, adott esetben a gyönyört. Egyszerűbben fogalmazva úgy mondanám, hogy az optimális feltételeket tartja meg. Hogy így el tudjátok képzelni egy ilyen képi hasonlattal, azt mondanám nektek, hogy a megtartó férfi az kicsit olyan, mint egy kertész, aki ápolja a kertet, kihúzza a gyomokat, a gazokat, megmetszi a növényeket, locsolja a növényeket, kiszórja a műtrágyát. Tehát igazából tényleg minden olyan munkálatot elvégez, ami ahhoz kell, hogy a kert virágozni tudjon, megteremti az optimális feltételeket és körülményeket, és ezt megtartja. Hogyha ezt az egészet átültetjük a párkapcsolatokra, akkor könnyen láthatjuk, hogy a megtartó férfi az igazából megteremti a családnak a stabilitását, biztonságát, ezt mondjuk érthetjük adott esetben anyagi értelemben, hogy megteremti az anyagi biztonságát a családnak. Itt most nem gazdagságra gondolok, mert azt gondolom, hogy gazdagságra igazából valós igény szerintem nincsen, akkor jelenik meg, hogyha valami túlkompenzáció miatt szükség van rá, viszont egy anyagi biztonságra, egy alapvető általános jólétre azt gondolom, hogy van szükség, és azt gondolom, hogy a megtartó férfi ezt képes megteremteni. Ugyanakkor fizikai értelemben is fel tud lépni határozottan, hogyha bármilyen külső támadás fenyegeti a családot, vagy bármi miatt közbe kell avatkozni, ki kell állni a családért. Tehát igazából van egy ilyen férfias határozott erő benne, hogy kiálljon a családjáért, a családja érdekeiért, meg persze önmagáért is természetesen. Ugyanakkor a megtartó férfinek azt gondolom, hogy van egy ilyen lágyabb oldala is, hogy egy érzelmi biztonságot is meg tud tartani, mert jelen van a család életében, a esetleges feszültségeket, nézeteltéréseket egy finom, de határozott, erőteljes férfias energiával stabilizálja, megoldja, kisimítja, nem is tudom milyen kifejezés lenné, de a legjobb. Hát igazából tényleg egyfajta ilyen béketeremtő energia van benne. Ugyanakkor, hogyha mondjuk például a szexualitás világára ültetem át a megtartó férfit, akkor ott pedig képes a nőt gyönyörbe tartani, megteremteni az intim teret, megtartani az intim teret és uralni a saját izgalmát. Hát igazából azt gondolom, hogy sosem a férfinek a felelőssége a nőnek a gyönyöre, az viszont a férfinek a felelőssége, hogy képes-e uralni a saját izgalmát, képes-e megtartani az intimitásnak a terét, képes-e olyan körülményeket biztosítani a párjának, hogy ki tudjon bontakozni a párjának a szexuális izgalma, a gyönyöre, pont ugyanúgy, mint ahogy a kert is ki bontakozik a kertész keze nyomán. Tehát igazából a megtartó férfi az egyfajta, hát, életet teremtő, biztonságot, stabilitást teremtő férfi attitűd, legalábbis én így képzelem el. A kérdés az, hogy mit gondoltok ti erről az egészről, mi szerintetek a megtartó férfi, és mit gondoltok arról, hogy esetleg mennyire lehet követendő példa az, amit most elmondtam, szerintetek a férfiasság szempontjából. Megmondom őszintén, hogy nekem ez a férfi mintám, amit úgy gondolom, hogy követni akarok. Nem álltam, hogy 100%-os sikerrel folyamatosan mindig tökéletesen tudom hozni ezt a koncepciót, de azt gondolom, hogy jó úton járok, és ez a célom, és tartok a célom felé. Hát igazából ennyit szántam nektek a mai nappal a megtartó férfiről mondani. Még egyszer nagyon-nagyon zanzásítva, a lényeg az, hogy megtartó férfi képes megtartani a család biztonságát, stabilitását, megbízható, jelen van a szexben, jelen van a mindennapokban, a család életében. És igazából egy ilyen férfias, ugyanak egyszerre kemény és egyszerre lágy energiát kell ilyenkor elképzelni. A jövő héten azt gondolom, hogy szintén egy érdekes témával készülök számotokra, a nemi szerv szív kapcsolatról fogunk beszélgetni, vagy másképpen fogalmazva, amikor a tudatosságunk a nemi szervünkbe kerül, ez egy nagyon érdekes téma, azt gondolom, hogy ez egy elég fontos alapfeltétel az igazán jó szexnek. Addig is, amennyiben tetszett nektek ez a videóm, tudjátok lájkolni, ezzel ki tudjátok fejezni a szándékotokat, hogy még több hasonlót akartok tőlem látni. A csatornámban pedig fel tudtok iratkozni, nehogy lemaradjatok akár egyetlen részről is. Gyuri János voltam, a jövő héten újra találkozunk, sziasztok!